41. alkalommal nyitotta meg kapuit az Agromas Expo agrárgépsó kiállítás és vásár itt a budapesti vásárvárosban. Azt hiszem, hogy minden eddiginél a legnagyobb és a legszebb kiállítás sikeredett, én így látom. Örülök, hogyha ezt nem nekem kell mondani, mert mindig, hogyha kívülről kapjuk ezt a dicséretet, annak sokkal jobban örülök, de én is egyébként úgy látom, hogy a kollégáim tényleg minden idők legnagyobb és legszebb Agromas Expóját rakták össze. Különös tekintettel arra, hogy ugye a megújult Hung Expo-n először van ekkora Agromas Expo, hiszen a 2022-es évben még nem tudtunk teljes értékű kiállítást csinálni, de idén tényleg az összes pavilon belépesedett, az összes pavilonban gépek vannak, több mint 300 kiállítónk van, a legmodernebb technológián fel van vonultatva, ugye tényleg nagyon büszke vagyok erre az Agromas Expo-ra. Az utóbbi egy-két esztendőben rengeteget investáltatok itt a kiállítási csarnokokba, az infrastruktúrába, szinte mindenbe. Igen, két új kiállítási csarnokot építettünk. Építettünk egy kongresszusi központot, építettünk egy űr fogadóépületet, ahol egyébként a Hung Expo irodái is találhatóak, és mindent megújítottunk, amit ti nem láttok. Minden, ami a föld alatt van, az összes kábel, elektromos kábelek, csatornarendszer, minden megújult. Úgyhogy tényleg Közép-Kelet-Európa legmodernebb kongresszusi és kiállítási központját hoztuk létre. Egy új pozíciót is kaptál a közelmúltban, lehet erről valamit bővebben információt kapni? Az a megtiszteltetés ért engem, hogy, de ez egyébként szerintem a Hung Expo-nak a megtiszteltetés, hogy a torinói vásárközpontot is november 1-jével én vezetem. Mit jelent ez a magyar kiállítási szervezetnek? A magyar kiállítási szervezetet továbbra is vezetem, és emellett látom el a torinói vezetői feladatokat. Nyilván itt számítok egyébként a Hung Expo teamnek a segítségére, hiszen itt már olyan jól tudunk együtt dolgozni, hogy azt gondolom, hogy van elég erőnk és tudásunk ahhoz, hogy a torinói vásárközpontot is meg tudjuk újítani. Elképzelhető majd a két vásár között valamiféle együttműködés? Mindenképpen. Most vizsgáljuk, pontosan ezért járunk ki most a kollégákkal, hogy milyen szinergiákat tudunk találni, mi az, amit mi tudunk odavinni hozzájuk, mi az a tudás, amit el tudunk vinni, milyen kiállításokat tudunk ott megrendezni, és mi az, amit ide tudunk hozni Torinóból. Kíváncsian várjuk. Én is nagyon.